Kijev hallani sem akar a háborúnak a békés rendezéséről. Újabb 100 millió dolláros katonai segélyt jelentett be Ukrajna számára Lloyd Austin védelmi miniszter, és Vlagyimir Putyin ígéretéhez híven 6 afrikai országba kezdte el az összesen 200 ezer tonnányi gabona ingyenes szállítását. Jó reggelt kívánunk Perési Tamás kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, ez pedig már a napindító. Ezzel is foglalkozunk, meg persze az izraeli háborúval. Katonai közvetítők szerint ők majd kateri közvetítők ismertethetik majd annak a tűzszünetnek a részleteit, ami megszülethet Izrael és a Hamász között, és Egyiptomba jutott az a 28 újszülött csecsemő a gázai övezetből, akiket kimenekítettek. Sajnos az állapotuk egyenként válságos. Ezekről is kérdezzük majd Horváth József biztonságpolitikai szakértőt. Aztán körbenézünk a déli határon, valamint a palesztin párti tüntetéseken érkezik hozzánk Gönczi Róbert a Migrációkutatóintézettől. És egy újabb forradalomnak a kitörése fenyegethet Ukrajnában, erről kérdezzük majd Dunda Györgyöt. De még mindezek előtt elmondja a legfrissebbeket, mind az izraeli, mind az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Hárendás Péter külpolitikai szerkesztőnk. Jöjjön háborús összeállításunk! Megérkezett Egyiptomba 28 koraszülött, akiket a gázai övezet legnagyobb kórházából menekítettek ki. A Hamász irányítása alatt álló gázai egészségügyi minisztérium vasárnap közölte, hogy evakuálják a csecsemőket. Az egyre súlyosbodó humanitárius krízist úgy igyekszik enyhíteni az Egyesült Alapemirátus, hogy távoli kórházakat hoznak létre az övezetben. Megkezdte az izraeli hadsereg annak a Hamász alagútnak a vizsgálatát, amelyet a Sifa kórház alatt találtak a gázai övezetben. A 10 méter mélyen húzódó, 55 méter hosszú járatról egy kutyahátára szerelt kamerával készítettek először felvételt. Már ekkor felfedezték a bejáratát, ami az egészségügyi intézmény területén lévő fészer alatt volt. A kutatás során találtak egy járművet is rengeteg fegyverrel. Kiderítették azt is, hogy az alagút folytatását egy ajtó zárja el, melyet több védelmi eszközzel biztosítottak. Az ajtó robbanásbiztos, és lőnyílást is kialakítottak rajta. Noah Marciano. Információink szerint nem Noah Marciano volt az egyetlen túsz, akit a Hamász a Sifa kórházban rejtegetett. Egy nepáli és egy tájföldi túszt is ide hurcoltak október 7-én. Közben az egyre súlyosbodó humanitárius krízist az Egyesült Arab Emirátusok vezetése is igyekszik enyhíteni. Úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy tábori kórházat az övezetben. Az intézményre azért van szükség, mert a többi kórházban már nem lehet ellátni a sebesülteket. A gázai övezetben található Sifa kórházból vasárnap evakuált koraszülött csecsemők közül 28-an megérkeztek Egyiptomba Rafahi átkelőn keresztül. Gázában hagytam a többi gyerekem. Nagyon aggódom értük, de el kellett jönnöm a picivel. Elég. Ezek ártatlan gyerekek, mi csak a hazánkat, Palesztinát védjük. A Hamász tájékoztatása szerint ugyanakkor egy újabb egészségügyi intézményt lőttek az izraeli katonák. Az akcióban több civil életét vesztette. A radikális szervezet beszámolója szerint a hadsereg körülveszi az indonéz kórházat, ahol több száz fős személyzet mellett sok ezer otthonából elmenekült gázai keresett menedéket. Miután a harcok hosszú hetek óta nem hagynak alább, egyre több kormány, nemzetközi szervezet és NGO szólítja fel a szemben álló feleket, hogy kössenek tűzszüneti megállapodást. Legutóbb több arab és iszlám ország külügyminisztere szólított fel azonnali fegyvernyugvásra a gázai övezetben. És már itt van Horváth József, biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. És megérkezett Árendás Péter külpolitikai szerkesztőnk is. Szervusz, jó reggelt kívánok! Lehetett látni egy összeállítást, amelyben sok minden elhangzott, és megszólalt ismét az izraeli háborúval kapcsolatban Irán. Mit mondtak most az iráni vezetők? Köszöntöm a kedves nézőket. Valóban először azzal kezdeném, hogy részben már elhangzott az, hogy több olyan arab és muszlim országnak a külügyminisztere, akik Pekingben találkoztak, ők azonnali a gázai megtorlás ellen szólaltak föl, és azonnali tűzszünetet követeltek. Hasonlóképpen tett egyébként az iráni elnök, illetve az ajatollah is egyaránt. Ők általában ugyanazt szokták mondani, ahogy Horváth József mondta, egyébként abban az országban rend van, nyilvánvalóan ott ugyanazt fogja mondani mind a kettő érintett magasrangú fő. Ott pedig Irán részről az hangzott el, hogy az szabad országoknak össze kell foglalni, és nyomást kell gyakorolni Izraelre, pontosan azért, hogy a gázai övezet ne legyen ilyen súlyos támadás alatt, és ennyi civil ne veszítse életét. Erről is fogunk még beszélni, és sok másról. Én néhány szóban szeretném a kedves nézőket tájékoztatni az elmúlt 24 óra talán legfontosabb eseményről, a teljesség igénye nélkül, mind a kettő háborút illetően. Először a közel-keleti Szentföldön dúló harcokkal kapcsolatban szólnék néhány szót. Ismét az izraeli csapatok légitámadásokat hajtottak végre, drónokkal és tüzérséggel lőtték a gázai
gázai övezet több pontját, hogy önök is hallották, tábori kórház, sőt tábori kórházak létesülhetnek az övezetben. Ebben most már az Egyesült Arab Emirátusok mellett Jordánia is beszállt. Azért van szükség egyébként újabb mobil kórházakra, mert olyan humanitárius katasztrófa fenyeget a térségben, amely gyakorlatilag elviselhetetlen. Az ENSZ ezzel kapcsolatban többször is felemelte egyébként szavát. Nem lehet már ellátni a sebesülteket, nem tudják őket hova szállítani, és állandóan tűz alatt tartanak számos egészségügyi intézményt az izraeli hadsereg tagjai, lévén arra hivatkozva, hogy az alatt általában valamilyen Hamas bunker található. Ezzel kapcsolatban pont a Hamas iszlamista szervezet tájékoztatott arról, hogy egy izraeli lövedék becsapódott az indonéz kórházba, ahol 200 fős személyzet mellett több ezren kerestek menedéket, és több civil halottja van ennek a tegnapi támadásnak. Ezt természetesen Jeruzsálem egyébként cáfolta. A gázai övezetben dúló harcok azonnali leállítására és tűzszünetre szólítottak föl az arab és iszlám országok külügyminiszterei Pekingben, ezt már az imént említettük. Egyetértettek abban a tárcavezetők, hogy mindenképpen véget kell vetni a harcoknak és a mészárlásnak, és az azonnali Gázába juttandó humanitáris segélyeket pedig el kell osztani a rászorulók között. Irán közben pedig egy összehangolt nyomásgyakorlásra szólította fel a független és szabadságra törekvő országokat a gázai övezetben elkövetett izraeli bűncselekmények megállítása érdekében. Ez tehát Teherán hivatalos álláspontja. Közel van-e közben a tűzszüneti megállapodás Izrael állam és a Hamas között? Ezt maga az iszlamista szervezetnek a politikai vezetője mondta, Ismail Haniyeh azt mondta, úgy nyilatkozott a Reuters brit hírügynökségnek, hogy a tűzszünetek hosszúságáról, a gázai övezetbe szállítandó segélyekről, az izraeli túszok, valamint az izraeli börtönökben fogvatartott palesztinok elengedéséről szólnak a mostani tárgyalások. Joe Biden amerikai elnök energügyi tanácsadója közben arról számolt be, hogy ő ipari tekintetben és közlekedés, illetve szállítás tekintetében kereskedelmet illetően nem kell attól tartani, hogy az arab olaj exportáló országok bevetnék esetleg az olajfegyvert. A gázai övezetben zajló izraeli hadműveletek ellenére sem fogják ezt megtenni az OPEC és az OPEC plusz országai. Emlékeztetett arra, hogy olyan informális szerződést kötöttek a perzsamenti arab országok, amelyek elutasították az olajembargó bevezetésére irányuló iráni törekvéseket. Eddig mintegy 6700 külföldi és kettős állampolgár hagyhatta el, köztük 900 egyiptomi az izraeli hadsereg által ostromolt gázai övezetet. Az elmúlt bő egy hónapban Egyiptom irányába menekültek el, ezt a kairói kormány sajtótitkársága tudatta. Belgium részéről pedig megszólalt egy illetékes miniszter, aki azt mondta, november végéig 1 millió eurós orvosi segélycsomagot küld az ország a gázai övezetbe. Az ENSZ kapcsán az ENSZ főtitkár szólalt meg, egy ENSZ protektorátus gázai övezetben a háború után sem jelenthet megoldást. Ezt mondta a világszervezet főtitkára Antonio Guterres, aki éppen ezért egy átmenetet szorgalmazott több számos jelentős szereplővel, köztük az Egyesült Államokkal és más arab országokkal. Antonio Guterres azaz egy több lépcsős és több szereplős megközelítést szorgalmaz a gázai övezet térségben zajló nehézségek rendezésére. A magyar kormány részéről is érkezett Izraellel kapcsolatos hír, ezt a külgazdaság és külügyminiszter állította és mondta, még New Yorkban Szijjártó Péter azt mondta, a Hamasznak szabadon kell bocsájtani a magyar túszokat, a közösségnek, a nemzetközi közösségnek pedig mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a terrorcsoport által elhurcolt emberek mielőbb szabadon engedtessenek. Hozzátette azt is a tárcavezető, a nemzetközi közösség együttes fellépésével lehet csak elkerülni a közel-keleti konfliktus eszkalációját. És akkor néhány szót az orosz-ukrán konfliktusról is, ott szintén továbbra is folyamatosak a harcok. Újabb drón és rakétatámadásokat hajtott végre több ukrán város és település ellen az orosz hadsereg. Az ukrán légvédelem közlése szerint ugyan több pilóta nélkül robotrepülőt sikerült megsemmisíteni, ugyanakkor így is komoly károk keletkeztek. Halálos áldozatokról és sebesültekről hála Istennek viszont nem érkezett információ. A Föderáció Védelmi Minisztériuma eközben pedig arról tájékoztatott, hogy a hadsereg a front szakasz több pontján számos ukrán ellentámadás vert vissza egy nap leforgás alatt, és 24 óra elteltével, illetve ez idő alatt a kijevi kormányerők több száz katonája esett el vagy sebesült meg a frontvonalak közelében, illetve a frontvonalon.
További érdekes hír, és ezzel szeretném folytatni a beszélgetést Horváth Józseffel. Váratlanul tegnap Kijevbe látogatott és be nem jelentett látogatást tett az amerikai védelmi miniszter Lloyd Austin további támogatásáról biztosított az Egyesült Államok részéről Kijevet. A Pentagon közlése szerint a tárcavezető egyeztetéseket folytatott a politikai vezetéssel Kijevben, és újabb 100 millió dolláros, azaz mintegy 34 milliárd forintnak megfelelő összegű katonai segélycsomagot jelentett be. Hozzátett egyébként az amerikai védelmi tárca, hogy nem sokkal korábban már szó volt arról, hogy Ukrajnába irányuló nyugati fegyverszállítások koordinálására létrehozott csoport fog ülésezni a héten, napokon belül erre sor kerülhet. További érdekesség, hogy nem sokkal az amerikai védelmi miniszter látogatását követően, bőfél nappal, egy nappal később a német védelmi miniszter Pistorius is látogatást tett Kijevben, a brit külügyminiszter pedig, az újonnan sült brit külügyminiszter volt kormányfő David Cameron, pedig múlt hét végén járt egyébként Kijevben. Ennek nyilvánvalóan van oka, és akkor itt abban is hagyom az eddigi hírek felolvasását. Kérdezem és üdvözlöm Horváth Józsefet. Jó reggelt kívánok! Mi az oka annak, hogyha elfogadták az amerikai költségvetésnek a következő jó néhány hétet fenntarthatóságát, de abban nem kerülhetett bele sem Ukrajna támogatása, sem pedig Izrael támogatása. Ez volt a feltét, hogy elfogadják az Egyesült Államokban a leállás elkerülését létre, vagy megalakítható költségvetés. De hogyha elzárják a pénzcsapokat, akkor miért megy Lloyd Austin oda, miért megy előtte David Cameron Kijevbe, és miért megy Pistorius? Tehát három olyan ország, amely a legnagyobb mértékben támogatja Kijevet. Porhintés, vagy pedig már esetleg tényleg arról van szó, hogy Zelenszkij után lesz egy cserés, és már esetleg másokkal tárgyalnak? Ez mind benne van a csomagban, talán azt mondhatjuk. Én azt gondolom mégis, hogy leginkább az amerikai hadügyminiszter látogatása, ami figyelemre méltó, ez a 100 millió dollár sok pénznek tűnik, de a háborúban ez egy csepp ebben a tengerben. Ugyanakkor én azt látom, hogy amerikai hadügyminiszter talán nyugtatókat vitt. Ha megnézzük azt, hogy Zelenszkij elnök és környezet az elmúlt egy hétben, bő két hétben milyen frusztrált nyilatkozatokat tett, azért az azt mutatja, hogy az ukrán vezetés érzi azt a nyomást egyrészről belpolitikai szintéren, hogy a lakosság azért nem biztos, hogy olyan fegyelmezetten fogja tűrni a következő télnek a ráváró megpróbáltatásait, főleg, hogyha az orosz támadások valóban olyan intenzívek lesznek az energetikai ellátórendszerrel szemben. Másrészről pedig az, hogy az amerikai támogatás most ez a 100 millió dollárral meglebegtették, vagy beígérték, ez nem jelenti azt, hogy ebből holnap már fegyverek lesznek a fronton a katonáknál. Tehát a pénz, az Monte Cuculli óta tudjuk, hogy fontos dolog egy háborúban, de pénzzel nem lehet lőni. Tehát ha nem érkezik meg a lőszer, ha nem érkezik meg a tartalék alkatrész, vagy a fegyverek, akkor az ukrán hadsereg még szorultabb helyzetbe kerülhet, és itt, ha ránézzünk a térképre, látjuk, hogy nagyon hosszú ellátási lánc van, tehát a logisztikai feladatok is nagyon komoly kihívást jelentenek. Összességében én azt gondolom, hogy a brit, a német és az amerikai hadügyminiszter látogatása az alapvetően ennek a helyzetnek a nyugtatására, higgasztására szólt. Másrésztről pedig tény és való, hogy azért kialakult most már egy olyan helyzet, hogy kvázi egy kettős hatalom kezd kiépülni Kijevben, hiszen az, hogy a hadsereg vezetése most már nyilvánosan azt meri mondani, hogy mi majd szeretnék magunk közül kiválasztani, hogy kik lesznek a vezetőink, és ne a politika szóljon bele, és nyilvánvaló, hogy ez az amerikaiakkal való egyeztetés után lát napvilágot. Ezek után azt látjuk, hogy ez a fajta kettős hatalom, ez egyre inkább szabad szemmel is jól láthatóvá válik, illetve az, hogy Zelenszkij elnök ilyen pánikszerűen technikai hírszerző szolgált, elhárító szolgált vezetőit cseréli le, a hadsereg orvosi vezetőit cseréli le, tehát ez már egyfajta pánikreakciók, én úgy gondolom, és annak az előszele, hogy ebből a kétfrontos küzdelemből még nem látjuk, hogy melyik erőközpont kerül majd ki győztesen. Engedje meg még egy kérdés, pontosan konkrétumokat mondott. Ukrajnában fölmentették a különleges hírközlés és információvédelmi szolgálat vezetőjét. Nem ez az első átrendező, és a múlt héten menesztették az ukrán külföldi hírszerző szolgálat vezetőjének a helyettesét. A hétvégén pedig az ukrán hadsereg, ugyanis említette, egészségügyi erőnek
parancsnokát. Biztos, hogy van átrendeződés, ez már Zelenszkijnek a politikai tisztogatása? Igen, illetve én azt gondolom, hogy ezek már ilyen pánikreakciók. Tehát amikor egy háborús helyzetben, egy kiélezett helyzetben a hírszerző szolgáltak, és mindegy, hogy a technikai vagy a humán hírszerzésekről beszélünk, vezetésében ilyen hirtelen eszkalálnak, és új vezetőket neveznek ki, váltják le a réket, ez alapvetően azonnal lebénítja a szervezetet. Tehát az, hogy teljes fordulatszámon működjenek, ahhoz stabilitás, nyugalom kell egy titkosszolgálat életében. Ezek a váltások ilyen helyzetben hosszú időre megbénítják a szolgálatokat. Úgy látszik, hogy ezt mérlegelték, de úgy ítélik meg, hogy azok a vezetők már nem a jelenlegi politikai vezetés mellett állnak. Még egy kérdést engedje meg, bocsáss meg Tamás, csak még egyet. Egyébként Szergej Narishkin, az orosz külső hírszerző szolgálat igazgató is megszólalt. Azt mondta, hogy Washington és London mozgósítás maximális kiterjesztését sürgetése várja el Kijevtől, beleértve azt is, hogy a 17, illetve a 70 év közötti férfiakat is besorozzák, és még több nőt hívjanak be. Beslések szerint most 40 ezer nő szolgál egyébként a hadsereg köteléken belül. Szergej Narishkin azt mondta, az intézkedés célja szerinte egyértelmű az, hogy a sikertelen ukrán ellentámadás során a személyi állományban elszenvedett hatalmas veszteségeket kell pótolni. Ez valószínű, hogy igaz, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az orosz titkosszolgálati vezető van olyan ravasz róka, hogy ezeket úgy csomagolja be, ezeket a mondatai, hogy ezzel gyakorlatilag már igyekeznek az ukrán hátországban is a pánikot tovább erősíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt osszuk el legalább kettővel. Ugyanakkor az tény és való, hogy Ukrajna, ahogy eddig beszéltünk, nagyon sok mindenben szenved hiányt a fronton, de a legnagyobb hiány az emberben, a jól kiképzett emberben van. És hogyha el is fogadjuk azt, hogy előbb-utóbb akár ki kell terjeszteni, ahogy ön is említette, 17 évtől akár 70 éves férfiakig a frontra való küldés, illetve a nőknek is egyre szélesebb bevonását terveznék. Ez mind-mind olyan rossz üzenetet küld, mert egy 70 év felé közeledő férfi, minden tiszteltem a saját generációm felé is akár, de és egy 17 éves fiú sem alkalmas arra, hogy túl sokáig érdemi ellenállást tanúsítson, csak azt, hogy még több és még értelmetlen áldozatot hoz Ukrajna ebben a, azt kell mondjam, hogy kilátástalan küzdelemben. Említette, hogy Volodymyr Zelenszkij elnök sorsa meglehetősen kérdőjeles jelen pillanatban. A The Guardian írt arról, hogy attól tart Zelenszkij, hogy a Churchill effektus áldozata lesz, hogy megnyeri a II. Világháborút, jelen esetben ugye ezt a háborút, amitől azért jelen pillanatban messze van Ukrajna, és hogy mégsem maradhat majd az elnöki székben. Jelenleg úgy tűnik, hogy elnökválasztás egyébként nem is lesz Ukrajnában. Mennyire látszik az, hogy most már ez a sors, ez tulajdonképpen el is dőlt, ami az elnököt illeti, és kell valaki más a helyére, mert hogy még mindig az a narratívája az ukrán vezetésnek, hogy nem tárgyalnak Oroszországgal a kialakult helyzet ellenére sem, amit most már azért egy ideje beszélünk, hogy nagyon a frontvonalakon egyrészt nem tudott átütő sikert elérni Ukrajna, másrészt nagyon úgy tűnik, hogy ez így is marad a jövőben. Hát igen, tehát erre mondta a tanúba virágjártásnak bástyártás, hogy szerénység. Tehát az, hogy most Churchillhez hasonlítjuk Zelenszkij elnököt, azért ez egy méltó szerénységgel kellene hozzá. Én tudom, hogy a nyugati lapok ezt a háború kitörésekor megtették ezt a példát. Ugyanakkor az, hogy Zelenszkij elnök egy győztes háború után mondjon le, vagy mondassák le, attól ő nagyon messze van. Másrésztről én azt gondolom, hogy itt ebben a stúdióban is már hónapok óta beszélünk arról, hogy van egy folyamat. Ez a folyamat azért tapintható, és időről időre vannak ilyen kicsúcsosodásai, amikor úgy a nyilvánosság előtt is láthatóvá válik az, hogy Zelenszkij elnöknek a helyzete az egyre inkább instabillá válik. És ha az orosz hírszerzés vezetőjére azt mondja, hogy osszuk el kettővel, na most a jelenlegi ukrán vezetés részéről az, hogy ők nem hajlandóak tárgyalni az oroszokkal, ezt fordítsuk le magyarra, ez azt jelenti, hogy velük nem hajlandó tárgyalni az orosz vezetés. Tehát Zelenszkij elnöke és a körével, akik egyébként olyan dehonestáló kifejezésekkel illették hosszú ideig, akár az orosz elnököt, akár az orosz nemzetet, az orosz hadsereget. Nyilvánvaló, hogy ezzel kizárták azt, hogy velük leüljenek érdemben tárgyalni az oroszok. Tehát ez az új műsorhoz majd új szereplők kellenek. Itt ennek a keresése folyik szerintem a nyugati támogatók, jó részt az amerikai tanácsadók részéről, akár már Kijevben is. Nem véletlen az, hogy Zaluzsnyit, mint a hadsereg vezérkari főnökét egyre inkább kezdik
előtérbe tolni, és az ő személyét mérik, annál is inkább, hiszen az nyilvánosságra hozták, kiszivárogtatták azt is tudatosan, hogy az ukrán lakosság körében a vezérkari főnök a népszerűbb jelentős mértékben, mint az ukrán elnök. És mert jó ideje egyébként van egy ellentét Zaluzsnyi között és Zelenszkij között, ez nem egy friss dolog, nem egy-két hónappal ezt megelőzően történt, hanem jóval korábban, és hogyha azt látszik erősíteni a társadalmi támogatást, illetően inkább Zaluzsnyinak áll a zászló, Zelenszkijnek egyébként egy frissebb felmérés szerint csökkent a népszerűsége, akkor ez mindenképpen egyfajta katonai átmenet irányába hathat, vagy egy csere irányába mutathat, és ha hozzáteszük még azt, hogy ön mondta, hogy új forgatókönyv, vagy második fajta felvonás, megjelentek Soros György birodalmából az fia, Alex, megjelent a BlackRocknak a vezetője, akik már egyébként nyilvánvalóan az újjáépítésről tárgyalnak, nem pedig a háború további finanszírozásáról. Valóban így van, nyilvánvaló, hogy ezek az üzleti körök alapvetően erről a rókáról most két bört akarnak lehúzni. Egyszer már lehúzták akkor, amikor a háborús beruházásokkal, pont a BlackRockot, ha nézzük, akkor ők, mint az egyik legnagyobb befektetője az amerikai hadiparnak, ennek a hasznából már részesültek. A következő lépés az újjáépítés adott esetben, illetve még egy dolgot ne felejtsünk el, hogy Ukrajnának ezt nem szívjóságból és nem ingyen adják. Tehát itt Ukrajnának akár a még meglévő állami vagyonnal, természeti kincsekkel, ezek privatizációjával, dobraverésével, ha úgy tetszik, kell majd fizetnie. Tehát itt én azt gondolom, hogy már ki is nézték azokat a területeket, nyilván közműszolgáltatóktól kezdve sok mindent, és nem csak az újjáépítést, amelyekkel évtizedekre egy pénznyerő automata mellé lehet odaülni. Lesz egy virtuális csúcstalálkozó, a G20-as csúcstalálkozó, amelyen felszólal Vladimir Putyin orosz elnök is. Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke is részt vesz, vagy éppen Rishi Sunak brit miniszterelnök. Nyilvánvalóan szóba kerülnek majd a világban dúló konfliktusok. Mire számít, hogy ezen a csúcstalálkozón hogyan ütköztetik az álláspontokat, mennyire kerül ez előtérbe, és mit fogunk megtudni abból, ami talán ugye a sajtó előtt nem is hangzik el? Nyilvánvaló, hogy ennek a csúcstalálkozónak a legfontosabb üzenete az az, hogy Putyin elnök is részt vesz rajta. Én azt gondolom, hogy ennek jelentős előkészítő munkálatok előzték meg, hogy ez a döntés megszülessen. Nem hinném azt, hogy Putyin elnök, hogy úgy mondjam, helybe menne a pofonért, és most arra számítani, hogy ott majd őt akarják majd keresztre feszíteni, és egyébként mindenki rajta fogja számon kérni akár a orosz-ukrán konfliktus, vagy más dolgokat is. Sokkal inkább azt gondolom, hogy akár a kínai-amerikai csúcstalálkozón is akár már ezek a kérdések is szóba kerültek a világ két pillanatnyilag legerősebb vezetője között, és adott esetben a kínaiak érdemben interveniáltak az oroszok mellett, hogy akkor hallgattassék meg, és akár már el is indultak, és bocsánat, még egy megjegyzés zárójelben, hogy azt is tudjuk régóta, hogy a orosz és amerikai titkosszolgálat legfelső vezetői között folyik egy egyeztetés. Tehát ha mindezt összerakjuk, akkor talán azzal reménnyel élhetünk, hogy ez a csúcstalálkozó nem egy veszekedésbe és nem egy nyilvános tetemre hívásban fog kicsúcsosodni, hanem talán elindul egy értelmes párbeszéd. Az egész biztos, hogy Xi Jinping kínai elnök és Joe Biden amerikai elnök találkozója, ez nagyot lendített ezen. Azt is tudjuk, melyikük milyen hangnemet ütött meg, és hogy hát milyen szavakkal illette a másikat. Sokkal bölcsebb volt egyébként diplomaták szerint is, amit Xi Jinping kínai elnök mondott, mint ahogy agresszorként és diktátorként fogalmazott Joe Biden vele szemben. Ott mire lehet számítani a G20-on ilyen szempontból, mert gyakorlatilag valahol a G20-at tökéletesen előkészítette ez a mostani amerikai-kínai elnöki találkozó? Én azt gondolom, hogy ahogy ön is mondta, ez a legfontosabb momentum az előttünk álló G20-as csúcsot illetően. Tehát gyakorlatilag az, hogy a kínai elnök ilyen higgadtan fogadta például az amerikai elnöknek ezeket a megfogalmazásait, amit egyébként szerintem maga az amerikai adminisztráció sem igen értett, vagy meglepetéssel érte őket. Bocsánat, kerekedett, azt hiszem, jó néhány igen, amerikai politikusnak, amikor az amerikai külügyminiszternek a grimaszait, ha láttuk, akkor az árukodó volt. Tehát összességében én azt gondolom, hogy az amerikaiak látják azt, hogyha van egy higgadt Kína, és vele tudnak üzletet kötni, akkor a világ többi része felé ezt az üzenetet kisugározva, így talán hűteni lehet ezt a felforrósodott nemzetközi légkört. Ezzel kapcsolatban mondta ifjabb Lónici Zoltán alkotmányjogász, a századvég tanácsadója, hogy még akár belpolitikai hasznot is húzhat ebből Joe Biden, illetve a demokrata párt, hogyha otthon ezt jól tudja kommunikálni, hogy Kínával megindult az enyhülés,
és bizony az, ami az elmúlt években nagyon feszült viszony volt, az most már majd kezd jobb mederbe terelődni. Nyilvánvaló, hogy emögött ez a háttérszándék húzódik meg, hiszen közeledünk a elnökválasztási kampánynak a rajtjához, tehát tekintettel arra, hogy az amerikai adminisztráció a Biden érában kevés külpolitikai sikert, hogy finoman fogalmazok, tudott felmutatni, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy az amerikai választók ilyenkor nem azt mérik meg, hogy a külpolitikailag az Egyesült Államok most milyen béketeremtő, vagy milyen sikerekkel megy neki a diktátoroknak, hanem azt nézi, hogy az ő saját mindennapi életére milyen hatással vannak a világ eseményei, mennyibe kerül a kőolaj, mennyibe kerül a kenyér, van-e munkahelye, ki tudja fizetni a jelzálog hiteleit a család. Tehát sokkal inkább erre kell most fókuszálni az elnöknek. Ezért is én úgy gondolom, hogy ez a fajta békülékeny hang nem, és most akár Ukrajnával kapcsolatos finanszírozást is ide vehetjük, hogy azok a pénzek, amelyek majd lehet, hogy Ukrajnának hiányozni fognak, az pontosan a választások előtt kerülnek majd szétosztásra, adott esetben adókönnyítéstől kezdve bármilyen más befektetésekben, hogy az amerikai lakosság hangulatát befolyásolják a választás előtt. De proxy háborúban jeleskedett egyébként a Biden adminisztráció, azt pontosan tudjuk, és amikor már kevés volt, vagy úgy érezték, túl sokat vesznek az amerikai kasszából és az adófizetők pénzéből, akkor jött már az a B verzió, vagy talán az volt az A, akkor Európával fizettetik meg ezeket a különböző háborúkat és különböző olyan költséges, hát külpolitikai, hogy is mondjam, formációkat, formulákat, amelyeket egyébként Washingtonban ötlettek ki, és aztán indították útjára őket. Valóban így van, és ezt tegyünk még két dolgot hozzá. Az egyik az az, hogy az amerikai külpolitikában azért patika mérlegen kimérik azt, hogy amit ők befektetnek, azt haszon révén hogy tudják realizálni. Hiszen itt beszéltünk Ukrajnáról, látjuk azt, hogy az ukrán termőföldektől kezdve sok egyéb befektetéssel az Egyesült Államok már, hogy úgy mondjam, biztosította azt, hogy az ő által investált támogatások után ezt a kivétel is meglegyen. Másrésztről pedig azt szomorúan kell konstatálnunk, én azt gondolom, hogy az, hogy az Európai Unió az képtelen önállóan nem csak, hogy máró hónapra gondolkodni, hanem stratégiai szintű döntéseket hozni, hiszen az Unió előtt is meg lett volna a lehetőség, hogy mondjuk befektetéseket eszközöljön Ukrajnában, és nem csak az, hogy számolatlanul szórja a támogatásokat, nem nézi meg, hova megy, nem ellenőrzi, hogy mi történik vele, és most ugye, ahogy ön is említette, ott állunk a következő lépésnél, hogy az amerikaiak most hátralépnek egyet, és azt mondják, hogy hát akkor tessék Európai Unió finanszírozni továbbra is ezt a történetet, és ezáltal gyakorlatilag az unió pénzéből az amerikai befektetéseket védjük. Az Egyesült Államok rendelnek egy finom vacsorát, annak pedig a költséget az Európai Uniónak kell így kifizetni, majd a pincérnek. Sőt, még mosogatni is kell utána. Ez még volt. Maradt 2 percünk, beszéljünk egy picit az izraeli háborúról is, már csak amiatt is a túszok kérdésköréről, hiszen Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter is beszélt a túszokról, ahogyan idézte őt Péter. Na, Hamász szerint most közel vannak ahhoz a fegyverszünethez, amelynek tulajdonképpen eleme lehet az, hogy elengednek túszokat. Ehhez mennyire vagyunk közel, és hogyan fog ez lezajlani? Ugye volt arról szó, hogy lehetne egy 5 napos fegyverszünet, tűzszünet, ami viszont Izrael részéről talán túlzó is a Hamásznak tett gesztus szempontjából. Túlzónak tűnik, emögött azért látnunk kell az erős amerikai nyomást, ami az izraeli kormányon pillanatnyilag rajta van, akár személy szerint Benjamin Netanyahu-n is, hiszen azért úgy tűnik, mintha egyfajta vadászat is zajlana közben az izraeli miniszterelnökre, tehát miközben Izrael harcban áll, és azt kell, hogy mondjuk, hogy egy nagyon kemény a jövőjét illető és meghatározó küzdelmet folytat. A túszok ügyét illetően, hogy mennyire állunk közel, én ebben azért annyira optimista nem vagyok, tekintettel arra, hogy maga a Hamász is azt mondja, hogy jó néhány túszal elveszítették a kapcsolatot, hiszen nem egy helyen tartják őket, és egy-egy alakulatnál, akiket odaraktak, nem tudják velük a kapcsolatot tartani. Márpedig, hogyha nem minden túszt engednek el, és akkor az izraeliek részéről azt gondolom, hogy katonailag túl nagy áldozat egy 5 napos fegyverszünet, noha nyilván, és ez egy ilyen 22-es csapdái döntés, hogy minden egyes életet jó lenne megmenteni és kihozni a túszok döntő részét, de félő, hogy ezt a zsarolási potenciált a Hamász, hogyha el tudja húzni, és azt mondja, hogy ilyen csomagokat rak ki az asztalra, az mind katonailag, mind politikailag lehetetlen helyzetbe hozza Izraelt. Horváth József, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük.
Már is folytatjuk a migráció tekintetében a déli határral, illetve foglalkozunk a palesztin párti tüntetésekkel, és érkezik hozzánk Gönczi Róbert a Migráció Kutatóintézettől. Maradjanak velünk továbbra is. Köszöntjük Önöket, itt vagyunk ismét Árendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal és állandó kollégámmal Perjési Tamással. Én Zavaros Eszter vagyok, folytatjuk napindító című műsorunkat. Az Európai Unió elhibázott migrációs politikája miatt megnövekedett a migrációs nyomás, például a déli határnál, a szerb-magyar határnál. Ott járt Gönczi Róbert, aki itt van már velünk Skype-on keresztül, a Migráció Kutató Intézet elemzője. Jó reggelt kívánunk! Ugye Mórahalom és Röszke, ezek voltak most az állomások, amit meglát. Mit tapasztalt? Valóban előző hét szerdán a Migráció Kutató Intézet segítségével volt ismét lehetőségünk, hogy lelátogassunk a határra, hogy a helyszínen tudjuk megtekinteni azt a migrációs nyomást, amire panaszkodnak szerte a határvédelmi szervek, azokat az embercsempész hálózatokat, amik folyamatosan az egyre terjedő agressziónak az elmélyülését okozza a határ mentén. És nem voltak derülátóak a kijelentések, azt mondták, hogy ez az év, ez továbbra is az egyik legnehezebb az elmúlt 10 évben a migrációs nyomás szempontjából, különösen, hogyha megnézzük a számok alakulását, ugye jelenleg 150 ezerre tehető az összes határátlépési kísérlet száma. Ez természetesen csak a dokumentált, ugyanis nem tudunk beszámolni azokról az esetekről, amik sikeresen átjutottak a határon az embercsempész hálózatokat kihasználva. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmünket a határvédelmi kollégák, hogy amióta a szerb belügyminiszter bejelentette, hogy határozottabban szeretnének fellépni az embercsempészek ellen, különösen a Szelevényi erdőben történt több halálos áldozatot követelő lövöldözés óta, azóta sikerült egy kicsit rendszerbe terelni ezeket a hálózatokat, és sikerült egy kicsit könnyebben ellenőrizhetővé tenni az ő tevékenységüket. Kik szervezik az embercsempészetet jelenleg? Ez hogyan alakult át, hogyha átalakult az elmúlt időszakban? Továbbra is azt látjuk, hogy alapvetően az embercsempész hálózatoknak a jellegzetessége, hogy maguk, az embercsempészek is egykoron migránsok voltak, akik egy idő után észrevették, hogy jobb befektetés számukra, hogyha átállnak ezeknek a metódusoknak az alkalmazására, mint hogyha ők maguk is megpróbálnának eljutni és integrálódni egy-egy nyugat-európai államba. Jelenleg azt látjuk, hogy az elmúlt évekhez képest változó tendenciaként említhető meg, hogy a korábban a magyar-szerb határt relatíve leuraló marokkói bandákat elkezdték lecserélni afgán embercsempész hálózatok, akik jellemzően a támogatásukat a talibántól kapják, tehát az Afganisztánt jelenleg is irányító tálib uralomtól. Elsősorban azért, mert az Afganisztán sújtó szankciók miatt olyan alternatív eszközökhöz kell nyúlniuk, mint például az embercsempészet maga, de említhetném akár a mágtermesztést is, ami egészen sikeresen tudja elősegíteni az ópium termelést. Úgyhogy jelenleg azt látjuk, hogy ezek az afgán bandák azok egyébként, akik egymás közt küzdenek, elsősorban azért, hogy ne legyen riválisuk a terepen, és itt gyakran nem számít nekik még az sem, hogy le kell paktálni ehhez különböző nyugat-balkáni szervezetbűnözői hálózatok képviselőivel. Nemrég számolt be róla a szerb belügyminiszter, hogy sikerült több olyan fegyvert is elkobozniuk embercsempészektől, ami az albán maffiától származik, tehát látszódik az is, hogy az embercsempész hálózatok kiterjesztették tevékenységüket azoknak az országoknak a területére is, akiken keresztül nem feltétlenül szeretnének embereket átjuttatni, hanem ahonnan egyéb eszközöket szeretnének beszerezni. Jó reggelt kívánok, köszöntöm én, és akkor megerősíthető az a tény, hogy albánok, illetve koszovói albánok, és ezek között értem nyilván a bűnszervezeteket, azok azért kiveszik a részüket most a tálibok megsegítéséből, és beszélek akkor most arról az Albániáról, amely kénytelen lesz átvenni majd Olaszországtól menekülteket, ebben állapodott meg egyébként Edi Rama és Giorgia Meloni jó néhány héttel ezt megelőzően.
Itt fontos megállapítanunk, hogy az albán államot semmiféleképpen ne keverjük össze azokkal a szervezett bűnözői hálózatokkal, akik Albániából vagy adott esetben Koszovóból működnek, és próbálják irányítani onnan az akcióikat. Amit itt fontos megállapítani az az, hogy különösen a 90-es évek piramis válsága óta olyan mennyiségű fegyver lerakat található ebben a két országban, de különösen Albániában, aminek a fekete piacokra tett hatása, és azoknak a fekete piacon keresztül történő terjedése teljes mértékben lehetővé teszi ezeket a lehetőségeket, hogy az embercsempész hálózatok, akik a Nyugat-Balkánon keresztül működnek egyébként is, azok pont ezen az Albánián keresztül tudják a legkönnyebben beszerezni azokat a fegyvereket, amikre szükségük lehet, jellemzően egyébként kalasnyikovokat, mint ahogy beszámoltak nekünk erről a határvédelmi szervek. Viszont ennek közvetlen hatása nagy valószínűséggel nem lesz az olasz megállapodással kapcsolatban, ugyanis jellemzően Albánia nem célország, jellemzően Albánia még csak tranzit ország sem igazán. Az utóbbi időben azt látjuk, hogy a nyugat-balkáni vagy balkáni migrációs útvonal főként Bulgárián keresztül próbálja meg elérni hazánkat, különösen azóta, mióta az észak-macedón görög határon lényegesen erősebbé tették azokat a határvédelmi mechanizmusokat, amiket korábban kicselezve pont azon az útvonalon keresztül próbáltak meg Nyugat-Európa irányába térni emberek Görögországban. Lehetett arról hallani hetekkel ezelőtt, hogy egy több órás tűzpárbaj alakult ki a migránsok között a Horgoshoz közeli erdős részen. Ennek hatására a szerb belügyminisztérium több területen párhuzamosan zajló hatósági akciókat indított el. Milyen hatása volt ezeknek az akcióknak? Valóban, amiről korábban beszámoltam, az pont ez a szerb belügyminiszteri lépés volt, aminek a közvetlen lényege az az volt, hogy miután több ember is életét vesztette a szelevényi erdőben, egyébként migránsokról beszélünk, de az is előfordulhat, hogy embercsempészekről. Ugye ez az átmenet ez nem pontosan egyértelmű mindig, különösen a szerb-magyar határnál. És a szerb belügyminiszternek a döntése értelmében egy lényegesen erőteljesebb szerb jelenlétet vezényeltek ki a közös határszakaszunkra, értelemszerűen szerb oldalra, amiben bevonták a rendőrséget és a hadsereget is az ő határvédelmi szerveik mellé, és egy módszeres határmenti úgynevezett vadászatba kezdtek, aminek a központi lényege az volt, hogy le tudjanak számolni állami szinten ezekkel az embercsempész hálózatokkal. Egyelőre azt látjuk, hogy a szerbek nagyon bizakodóak, azért bizonyos eredményeket fel tudtak mutatni, tehát lényegesen több letartóztatás és fegyverelkobzás történt, mint az előtte tapasztalt egy évben. Ugyanakkor szükséges azt is látnunk és megállapítanunk, hogyha a titkosszolgálati jelentés, ami az előző pár hétben jött ki Magyarországon, és egyértelműen megállapította, hogy a Talibán támogatja ezeket az embercsempész hálózatokat. Ha ez tényleg így van, akkor lehetséges, hogy jó hiszemű megállapítás volt az, hogy szerb központi, de ugyanakkor egy állam bevonásával, önmaguk bevonásával történő akciósorozattal le lehet számolni ezzel az embercsempész biznisszel, ami kialakult a két ország határán. Meg kell, hogy kérdezzük, mert a magyar érintettsége van, hogyha más nem, egyszerűen biztonsági szempontból. Tudjuk azt, hogy korábban még csak, ha tehetem is mondhatom így, kövekkel és botokkal támadta csak a migránsok, mondjuk a határt védő magyar hatóság tagjaira, de most már tudjuk, hogy késekkel, és hogy ön is mondta, fegyverekkel. Mit tudnak tenni egyébként válaszlépésként mondjuk a magyar határt védő hatóság emberei? A határvédelmi szervek képviselői azt mondták nekünk, hogy jellemzően továbbra is azt tapasztalják, hogy bár mindenféle eszköz bevetnek annak érdekében, hogy a fenyegetést önmagukra minimalizálni tudják, de továbbra is azt látják, hogy elsősorban az embercsempészek egymásra, vagy esetenként azokra a migránsokra jelentenek inkább fenyegetést, fegyvereikkel, késeikkel, köveikkel, akik nem szeretnék igénybe venni az ő szolgáltatásaikat. Ugyanakkor mind emlékszünk arra az esetre, amikor fenyegető lövéseket adtak le a határ mentén járőröző magyar
határvédelmisekre, éppen ezért ugyanazt az eszközrendszert alkalmazzák, amit bárhol máshol az országban, amit akár a rendőrség, és annak megfelelően próbálják minimalizálni azokat a veszélyhelyzeteket, amiken keresztül akár magyar határvédelm is élete is veszélybe kerülhet. 2 percünk van, még beszéljünk a tüntetésekről is Európában. Ugye jó néhány tüntetés volt, palesztinpárti tüntetés az izraeli háborúval kapcsolatban, voltak ellentüntetések, voltak olyanok, amelyek eszkalálódtak, szélsőséges rigmusok hangzottak el, és különböző szélsőséges molinók is megjelentek ezeken a tüntetéseken. Az európai társadalmak hogyan reagáltak mindenre? Valóban ez egy rendkívül szokatlan helyzet volt, ugyanis az elmúlt években, olyan körülbelül 2019 óta a dzsihadizmusnak a kifejezése teljesen eltűnt a közbeszédből, ami ugye elsősorban Palesztinához köthető, és elsősorban ez a nagyon szélsőségesen iszlamista, ugyanakkor ezzel párhuzamosan zsidó és főként Izrael ellenes magatartás, ami körülbelül a új-zélandi Christchurch-i terrortámadás óta teljes mértékben eltűnt a közbeszédből, és ennek a visszatérését látjuk most rendkívül erőteljes formában. Az, hogy ez át tud-e majd alakulni olyan mély biztonsági fenyegetéssé, mint amit az iszlám állam jelenléte okozott a Közel-Keleten, pontosabban az iszlám állam közel-keleti jelenléte Nyugat-Európában, és különböző olyan sejteknek a kialakulását, akik hasonló terrorakciókat szeretnének végrehajtani, mint amit a Hamász elkövetett Izraelben. Ezt egyelőre nem tudjuk, ugyanakkor azt egészen biztosan láthatjuk, hogy különösen a svédországi labdarúgó meccsen történt késeléses támadás óta kifejezetten nyilvánvalóvá vált, hogy lesznek olyan egyének, akik a dzsihadizmus jelszava alatt szeretnék elkövetni saját terrorakcióikat, és erre mindenféleképpen fel kell készülnünk. Könci Robertnek nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. A műsor elején már utaltam arra, hogy egy új forradalomnak a lehetősége felmerült Ukrajnában, hogy milyen formában, miként és mikor, erről kérdezzük Dunda Györgyöt Kárpátaljáról. Szervusz Gyuri, jó reggelt kívánunk, köszöntünk itt a műsorban. Mi is ez az új forradalom? Miről is szól ennek az új lehetősége? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, személyesen az államfő Volodymyr Zelenszkij vetette fel a Majdan 3-nak a lehetőségét, és a témát különösen aktuális épp a mai napon, mert ma van kereken 10 éve annak, hogy megkezdődtek Kijevben, Kijev főterén azok a diáktüntetések, amelyek aztán 2014 februárjában ahhoz vezettek, hogy Viktor Janukovics akkori államfőt elkergették, és gyakorlatilag a 2014-es Euromajdan hatására indultak be azok a negatív folyamatok, amelyek aztán tavaly elvezettek a nagy orosz-ukrán háború kirobbanásához, voltak épp. Volodymyr Zelenszkij államfő arról beszélt, hogy Oroszországból, Moszkvából igyekeznek megszervezni az ukrajnai újabb forradalmat, immár a harmadik majdant, és hát arra figyelmeztetett, hogy azok, akik esetleg később az utcára vonulhatnak a majdan tüntetések égisze alatt, azok Moszkva barát tüntetőknek nyilváníthatóak. Gyakorlatilag szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ezzel megbélyegezte már előre azokat, akik tiltakozásképpen az utcára szeretnének menni, és őket így azonnal orosz barátsággal, kollaborációval vádolhatnák meg. A történetnek külön érdekességet ad az is, hogy az elődje Petro Poroshenko, amikor már érezte, hogy a támogatottsága jelentősen csökken, és minden bizonnyal el fogja veszíteni a 2019 tavaszi elnökválasztást, akkor ő is azzal hozakodott elő, hogy Moszkvában egy bizonyos satun tervet találtak ki, aminek az a lényege, hogy destabilizálják Ukrajnát, tömegeket visznek az utcára, és hát az ő leváltása a cél. Volodymyr Zelenszkij akkor még komikus volt, egy nagyon népszerű komikus volt ugye megválasztása előtt az országban, és a társulatával nagyon durva formában kiparodizált és köznevetség tárgyává tette emiatt Poroshenkót, hogy az oroszokat sejti, látja mindenhol, és hát gyakorlatilag most teljes mértékben megismétli azt a retorikát, amit akkor az elődje tett, és ami ő akkor még társulatával együtt nevetett. Újságírók, elemzők ezzel kapcsolatban a Majdan 3 lehetőségével két dologra figyelmeztetnek.
Az egyik, hogy Moszkvának az ukrajnai érdekeltsége, befolyása jelenleg olyan minimális érzékelhetetlen szintre csökkent, hogy egész biztosan Moszkva képtelen Ukrajnában bármilyen politikai, társadalmi destabilizációs tevékenységet kifejteni és tömegeket utcára vinni, hiszen akkora az orosz ellenesség az országban, az orosz barát politikai pártokat, az orosz barátnak mondott egyházat is gyakorlatilag betiltották, megsemmisítették. Ha valaki képes tömegeket az utcára vinni, azt a tengeren túlon, Washingtonban kell keresni, teszik hozzá egyes szakértők, és azt is megjegyzik sokan, hogyha Volodymyr Zelenszkij államfő arról beszél, hogy egy majdant hátulról, a háttérből szervezik, ugye ő Moszkvára mutogat, akkor ez azt is jelentheti, bizonyíthatja, hogy 2014-ben sem feltétlenül maguktól vonultak utcára emberek, hanem annak oka volt, hogy az akkori orosz befolyást azok egy amerikai befolyása váltotta föl az országban. Hozzáteszik még azt is, hogy a kijevi elnök irodában bizonyára azért érzékelik azt a társadalmi zúgolódást, ami hát egyrészt a befagyott frontvonalak miatt alakult ki Ukrajnában, másrészt azért csökken a nyugati támogatottság, a fegyverszállítmányok száma, intenzitása is csökken. Ukrajna tele van gazdasági nehézségekkel, problémákkal, amik csak tetőznek. Demográfiai válságról beszélhetünk, migráns, belső migráns válságról, amit a háború váltott ki. Tehát problémák sorakoznak föl, és nyilván ez elérhet egy olyan fokot, amikor az emberek veszik a bátorságot, és utcára mennek, és tiltakozásukat fejezik ki. Úgyhogy ez ellen is próbál tenni a kijevi vezetés azáltal, hogy előre orosz barátnak nevez meg az ilyen protest hangulat kialakítását az országban. Jó reggelt kívánok, köszöntelek én is, Gyuri, csak egy zárójeles megjegyzés. Sok esetben kiderült már az, hogy 5 milliárd dollárból finanszírozták Viktória Nuland vezetésével egyébként a legutóbbi kijevi majdani tüntetést, úgyhogy lehet, hogy van abban valami, a tengeren túlról érkezik és érkezett támogatás. Majdan egy, majdan kettő, és nem tudom, legyen-e, de majdan három esetében. És viszont egy másik témát szeretnék fölhozni, nem jó szó, emberek halnak meg, de mégis a húsdaráló vérszivattyú, ami eszébe jut az embereknek, hiszen tömegével veszítik életüket a fronton, az oroszok, mint pedig az ukránok. Mit lehet erről tudni? Eddig hadititok volt, és most is talán hadititok az ukrán veszteség Kijev szerint, de itt is van egyfajta elégedetlenség, amiről nem tudnak az emberek, és válaszokat várnak. Igen, a pontos ukrajnai áldozatok, veszteségek listáját szigorú államtitokként kezelik Ukrajnában. És ugye van egy országos hírmaraton, ami a háború első napján vette kezdetét, tehát most már jócskán több mint 600 napja tart. Ez ugye egy olyan országos hírmaraton, amit a televíziók, az országos regionális televíziók közvetítenek, és ez kijevi elnöki hivatal ellenőrzése alatt van. És ezért volt nagyon meglepő a minap egy jelenet, az élő adásban hangzott el a műsorvezetőnő, az egyik ukrajnai hadtest parancsnokát kérdezte az orosz veszteségekről, arról, hogy Avgyijivkában most a legintenzívebbek a harcok, hogy az oroszok húsdarálóba küldik a saját embereiket, és a megszólaltatott ukrán hadtest parancsnoka meglepő őszintességgel úgy válaszolt élő adásban, hogy hát a húsdaráló attól is húsdaráló, hogy nem csak az oroszokra jellemző, hanem az ukránokra jellemző, és ugyanúgy húsdarálóba küldik az ukrán katonákat is. Hát ez a válasz annyira meglepte a műsorvezetőnőt, hogy alig tudott szóhoz jutni, és hát elmondta a zavarodottságában, hogy hát ez számára egy teljesen új, meglepő információ, mert eddig csak azt hallják, hogy az orosz elítélteket, orosz mozgósítottakat bedobják gyakorlatilag húsdarálóba a fronton, és hogy a műsorvezetőnő fogalmazott, orosz katonákkal van elárasztva az avgyijivkai front, melyek majd trágyaként szolgálnak az ukrán földre, ez így hangzott el az ukrán műsorvezetőnő szájából, ezért őt megdöbbentette az új információ, hogy ukrán katonákat is húsdarálóba küldenek. Egyelőre ennek az intermezzónak még nem volt következménye, de jó eséllyel elképzelhető, hogy ennek az ukrajnai hadtestnek a parancsnoka többet ebbe a maratoni hírfolyamban nem szólal majd meg. Gyuri, még egy rövid időnk maradt, beszélünk arról is, hogy eddig legalább 20 000 hadköteles korú férfi szökött el az országból, de nem biztos, hogy ezek egyébként a valós számok. Ki az, aki most erről beszélt, és milyen reakciók vannak ezzel kapcsolatban Kijevben?
Ez a BBC információja, hogy 20 ezernél is több hadköteles korú férfi menekült el az országból, hiszen nagyon sokan legális körülmények mellett, vagy akár háború előtt is elhagyta az országot. Itt jobbára a becslések szerint 14 ezeren a zöld határon szöktek el, akár hegyvidéki területeken távoztak a szomszédos országokba, vagy Kárpátalján az egyik leginkább gyakorolt módszer, hogy Tiszát megpróbálják átúszni Magyarország, vagy éppen Románia irányába. Az egyik ukrán hírügynökség a BBC értesülése kapcsán megszólaltatta Andriy Demchenkót, az ukrán határszolgálat vezetőjét, aki azt mondta, hogy nem tudja érdemben kommentálni ezeket az adatokat, mert Ukrajna erről pontos felmérést nem vezet. Ugyanakkor Fenyír Venyiszlavszki, az ukrán államfő parlamenti megbízottja a kérdés kapcsán hozzátette, hogy valóban létezik ez a probléma, tudják, hogy sokan illegális úton, akár a zöld határon, akár fiktív okmányokkal megpróbálják elhagyni Ukrajnát, hadköteles korú férfiakról van szó. Venyiszlavszki hozzátette, hogy ebben a jelenlévő ukrajnai korrupció is a segítségükre van, de az állami szervek, a határőrizeti szervek mindent megtesznek annak érdekében, hogy nagyon szigorúan őrizzék az államhatárokat, senki sem mehessen el Ukrajnából, aki hadköteles korú. Emlékezhetünk, korábban a kijevi kormány meglebegtette, hogy azt a több százezer hadköteles korú férfit, akik külföldön tartózkodnak menekültként, azokat megpróbálják besorozni, vagy legalábbis lépéseket tenni a mozgósíthatóságuk érdekében, de miután ez jogi akadályokba ütközött és hatalmas társadalmi ellenállásba külföldön élő ukránok körében, ezért az elmúlt hetekben erről az elképzeléséről a kijevi kabinet letett. Dunda Györgynek nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt volt velünk. Árendás Péternek pedig köszönjük ma is a részvételt. Köszönöm, hogy itt lettem.